A benzinfogyasztói ára 6 főtételből áll. Ezek közül a jövedéki adót fix összegben határozták meg, ez jelenleg 120 forint literenként. Az áfa mértéke 27%, ami a jövedéki adót is terheli. Ez azt jelenti, hogy önmagában az államnak megfizetett kétfajta adó literenként 152 forint. A fuvarozó cégek költségeire is jelentős hatással van az üzemanyagárváltozás, azonban ez a költségcsökkenés jellemzően nem hoz számukra többletbevételt, mondta Sipos Zoltán, a Lerton Trans ügyvezetője. Hozzátette, a legtöbb szerződésük tartalmaz egy üzemanyagárindexet, így egyre olcsóbbak lettek a fuvardíjaik. Hát ugye azért nem teszünk részt, vagy szert extra profitra, ugyanis amit említettem, a multinacionális cégeknél tulajdonképpen leköveti az ármozgásokat az az indexálás, amit beépítettünk. Tehát meghatározott üzemanyagár emelkedés vagy csökkenés mellett kiszámított séma alapján a fuvardíjat is ez jelentősen befolyásolja. Tehát jelen pillanatban általában folyamatosan csökkentünk a megállapodott fuvardíjakon a multinacionális cégeknél, hisz mostanában lefele mozog az üzemanyagár. A benzinkúti ár összetevői között szerepel még a termelői ár, amely magában foglalja egyebek mellett az alapanyag árát, valamint a szállítás és a finomítás költségeit. Ezen túl az, hogy a dollár az elmúlt másfél év alatt megközelítőleg 40%-ot erősödött a forinttal szemben, szintén hatással van az üzemanyagárakra. Ennek következtében így kisebb mértékben ér el hozzánk az olajárzuhanás miatti benzináresés, de így is érezhetően megnőtt a hazai kereslet. Többet tankolok, örülök is neki, mert még emlékszem rá, hogy nem is olyan régen, majdnem 450 forint volt egy liter benzin, most meg ahogy néztem, azt hiszem 303-304 forint, úgyhogy ennek tulajdonképpen csak örülni lehet. Többet is autózunk, mert hát kevesebbe kerül az autókádás, mint ezt megelőzően. Az üzemanyagárak változása nagy mértékben, de nem teljes egészében köthető a nyersolaj világpiaci árához. Elemzők szerint a kőolaj kitermelésének magas volumene, vagyis hogy továbbra is túlkínálat lesz a nyersanyagból, a világpiaci ár további esését, így a benzinár csökkenését hozhatja.